Akkor a mai előadásnak azt a címet adtam, hogy 1% teória, elmélet és 99% gyakorlat, és hogy ez nem igaz. Ez ugye ez a astanga világában visszhangzik folyamatosan, ez a ilyen lelkesítő mantraként, ez a Patabi Joyce-nak a az aforizmája, hogy ez a szólás, ez a mondás, hogy akkor nem kell semmit csinálni, csak gyakoroljál, és nem kell teória. Ez egy nagyon veszélyes kijelentés egyébként, mert ugye, mint astanga jóga tanár, Patabi ugye az astanga jogát tanította, és az astangának van 8 létrája. És vagy 8 szint. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. És ott van 5 Yama és 5 Niyama, ami közül a negyedik Niyamát, azt valaki tudja szanszkritul, hogy az micsoda. Mi a negyedik Niyama? Tamas. Tapasz. És ez nem a sebb tapasz. Tapasz az szintén lemondás, ez a harmadik niyama. A negyedik szvádjája. Ugye, szentírások tanulmányozása. Szóval Patanjali lefekteti, hogy gyerekek, a jogában rendkívül fontos a szentírások tanulmányozása. Miért? Hogy megtanuljuk az elméletét, a filozófiáját annak a dolognak, amit később gyakorolni fogunk. Patanjali sehol nem mondta azt, hogy nem kell elmélet, csak csináld. Mit? Míg az ászana gyakorlás szintjén is ott van az, hogy van jogaokató ismerős, aki szokta mondani, hogy ne állj úgy neki, mint bolond az anyjának. Ugye? Az ászana gyakorlásnak se. És igaza van. Mert ez nem úgy megy, hogy nézek valamit, és akkor nekiállok, és akkor megy. És akkor amiből mi lesz abból? Sérülés. Nem tanulom meg. Ugye például, amikor itt nálunk oktató képzésen van az, hogy ászana igazítás. Helyes gyakorlat végrehajtás. Az igazából rengeteg elmélet, nem? Anatómia, hogyan hajtom végre, hogy ne okozzak sérülést magamnak, oktatáskor másoknak, rengeteg elmélet. Hogy jött ez a dolog, hogy 1% elmélet? Ó, csak csinál, oké, de hogy most mit csináljak? Mi az a gyakorlat? Mi az bármilyen folyamat, amihez nem kell elmélet? Meginni egy pohár vizet. Ezt megmutatod egyszer, utána meg tudom csinálni. Azon túl minden máshoz kell elmélet. És az ászana gyakorlásnak is kell elmélet. És különben nem fogod tudni csinálni. Szóval egy eredmény abból lesz, a gyánából, akkor lesz vigyána. Ugye van a tudás, gyána, és van vigyána. Van a megvalósított tudás. A kettő között pedig van egy folyamat, amit úgy hívnak, hogy gyakorlás. Szóval nincsen híd két talapzat nélkül, ugye? Rátenni valamit így, akkor itt van egy felfüggesztés, meg itt. Azt mondja, valamint, hogy azt mondja a Patabi, hogy csak a híd kell. Oké, várja. A hídon jutok el valahova, de honnan, hova? Amikor nincs meghatározva az, hogy honnan megyek, mi a célja a jogának? A híd hova víz? Nem tudom, hogy mi a végcél, csak gyakorolj. Na ez történik az astanga világban. Megyünk, gyakorlunk, kézen állunk, fejen állunk. Miért? És akkor jönnek, és akkor igazából senkinek egy ködös kép van arról, hogy mi a joga. Szóval amikor ilyen kijelentésekkel lovagolunk, és akkor figyelme Patabi is azt mondta, akkor Patabi sem tudta, hogy mi a célja a jogának. És ez egy erős kijelentés.
De hajlandó vagyok bárkivel erről vitatkozni, hogy tudta-e vagy nem. Miért csak ha tudta, miért csak ennyit tanított? Hogy hogyan tanulj meg kézen állni? Miért nem tanított többet? Ugye Yama, Niyamák, mi a jóga célja? Tanított-e arra, hogy a jóga célja elérni Istent? Nem tanított. Csak valami ködös dolgok vannak, ami még Krisna Mácsárjának az írásaiban van valami szó Istenről, de amikor elmész ma már egy sarat vagy egy patabi tanítvány workshopra, szinte nem hallasz semmit. Vagy csak valami ködös elképzelések, egy kicsit beezoterik házban, mivel hogy a jóga azért csak Indiából jött, akkor valamit mondjunk már ilyen ködös dolgokról, hogy Purusa, meg Prakriti, meg ilyen, de igazából nincs egy normális képkézlel magyarázat mögötte, hogy jógát miért gyakorlod. Jóga azt jelenti, hogy önmegvalósítás. Az egyéni lélek, aki leesett ebbe az anyagi világba, illúzióba került, hamiságot fejlesztett ki, ami azt jelenti, hogy élvezővék és irányítóvék játszom Istent, ebből az illúzióval befedett állapotából hogyan kerül újra vissza a lelki világba, a jóga gyakorlása által, megtisztítva a tudatát, lerakva az anyagi kötöttségeit, karmikus kötöttségeit, megszabadulva a kötőerők hatásától, a kléságtól, a szenvedésektől, visszajutva az eredeti helyzetébe, amely Isten örök szerves részre szolgálja, hogyan jut vissza a lelki világba. A jóga erről szól. És erről szól a Patanjali Yoga Sutrákban is. Szóval valaki jöhet, és akkor mondhat nekem mindenfélét a Yoga Sutrákból, de még az ötödik Niyama, ugye a negyedik után, mi? Isvara, Prána, Dhána. Isvara, Isten, Prána azt jelenti, hogy az életünket Dhána adni. Szóval az életünkkel meghódolni Istennek, ez a jóga célja. Ezt Patanjali mondja. Szóval azon túl utána mondhat bárki bármit. Ugye a jóga az nem arról szól, a jóga egy terápia, a jóga egy zászlanyag, az egészségesség, kiegyensúlyozott át. Ez miért? Nagyon veszélyes dolog rosszul használni a jogának az elemeit. És még erősebb dolgot mondok. Az haladó ászana gyakorlás csak még jobban illúzióba rak. Miért? Miért? Mert pont arról szól, hogy még jobban növeled a hamiságodat, hogy én különleges vagyok. Különlegesebb vagyok, mint a többi. Én ez az anyagi test vagyok. Durván ez az anyagi test. Mert milyen szép lettem, milyen csinos lettem, milyen ügyes lettem, ők meg ezt még nem tudják. És mire használom ezt az egészet? Hogy gazdag legyek, hogy híres legyek, hogy elismert legyek. És ebből a hamis egóban, ebből a hamis elismerésben fürödjek, mint egy jóga sztár. És halál illúzióban vagyok. Mert nagyobb illúzióban lettem, mint régen voltam. Mert régen csak voltam egy akármilyen senki a társadalomban, aki ment a 7-es buszon. De most már emberek százai nézik, ahogy tornázok a jogatermekben, és jönnek oda, hogy és el is hiszem magamról, hogy én vagyok valaki. Ászana gyakorlásnak mi volt a célja? Patanjali szerint. Mi? Egyenes gerinced legyen. Miért? Azért, hogy tudjál meditálni. Elvonulni a világtól, egyszerűen élni, egyszerűen gondolkozni. Ugye vegyük sorba a yamákat és a niyamákat. Hogyan hagyod el az anyagi természetnek a késztetéseinek a ráirányuló vágyat, kitisztítani a szívből a két, a dühöt, a mohóságot. A hamis elismerésre való vágyat. Minden dolgot, ami téged itt tart ebbe az anyagi világban. És amikor az ászana gyakorlást arra használod, hogy ezt a hamis egót itt locsolgatod. Igen, ma is volt egy jó, figyelj. Ma is kiosztottam ennyi autogramot, bejött ennyi pénz, rengeteg pénz. Ugye materialistáknak mi kell? Mert ők is ilyenek akarnak lenni. Ez egy nagyon veszélyes a jóga világ, amikor elcsúszik.
És akkor a jóga nevén egy halom, és igen, tombol a jóga a világban. A világ nem változott meg eddig. Mert a jogának a materiális része tombol a világban, ami még jobban csak elősegíti az illúziót. Szóval, hogy hogyan használjam ki az anyagi világot, hogyan irányítsam az anyagi világot, hogyan zsákmányoljam ki az anyagi energiának a forrásait a saját élvezetemre. Jóga címszó alatt. Szóval nagyon-nagyon fontos megérteni azt, hogy ez a jóga gyakorlás mire van. És a személyiség fejlődés is csak a helyes jóga gyakorlásból fog jönni. Amikor értem, hogy mi az elmélet. Ezért fontos, hogy mi az elmélet. És aztán utána, ha van egy helyes elméleti felfogás, ugye akkor tudom rendesen applikálni, használni azt a tudást, akkor utána lesz belőle valami. Ugye? Mert hogyan, ugye mutatnak neked egy trükköt, és elmondják az elméletét, de ameddig nem érted meg azt, hogy mondjuk egy művész trükköt elméletben, nincs meg a fejedben, hogy ezt hogy csinálta, akkor esélye sincsen arról, hogy rendesen csináld a gyakorlatot, megtanuld, és abból legyen egy végeredmény, hogy te is megcsináltad azt hibátlanul. Ugye? Ha nem érted meg a mechanikáját egy dolognak, akkor hogy akarsz gyakorolni bármit? Még hogyha ez egy egyszerű kézenállás, vagy egy egyszerű gyakorlás is. Szóval ez egyszerűen nem igaz, ez a kijelentés a jogában. Aztán, hogy valaki akar egy sportoló, vagy egy joga címszó alatt híres ember lenni, akkor csinálja, ha lehet. De annak semmi köze nem lesz a jogához. Szvádhyája a negyedik néhamhoz azt jelenti, hogy szépen elkezdik tanulmányozni a joga szentírásokat. És akkor milyen feltételei vannak a tudásnak? Itt beszéltünk már az előzőekben arról, hogy mi a hiteles tudás forrása. A tudás forrásnak van három fő forrása, ugye Szadu, Guru és Sásztra. Sásztra azt jelenti, hogy a jóga szentírások, hiteles szentírások, van hiteles guru, és aztán vannak a Szadu, ugye azok a személyek, akik pedig megvalósítottak ezek alapján. Azok ezzel három forrásból jön a tudás nekünk. Szóval vannak szentírások, Patanjali Yoga Sutra, Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, van rengeteg jóga szentírás. És akkor azok elmondják nekünk, hogy egy jogik, szóval Bhagavad Gita-ban minden benne van a jogáról. Patanjali Yoga Sutrában az csak a Bhagavad Gita 6. fejezete. A Dióhéjban beszél Krisnáról, hogy mi a meditációs jóga. De azért nem ereszti hosszú lére, mert nem ennek a korszaknak a folyamata. A Szatya Yuga, az arany korszak, ami sok-sok ezer évvel ezelőtt volt, abban a korszakban volt a meditációs jóga egy járható út. Meg akkor semmi közünk nincsen hozzá, nincsenek meg a képességeink arra, hogy ezen az úton járjunk. Lehet tornázni, lehet kilopkodni ászanákat belőle, de komolytalan és nincs. Mint amikor egy gyerek, egy kisgyereknek odaadsz egy autót, és akkor megmondom az egyéves kislányomnak, beleteszem az ülésre, és akkor megmondom neki, hogy menjen Nyíregyházára, és hozd el nagymamát. Ez körülbelül ilyen. Mint amikor az Ashtanga jogával próbálkoznak az önmegvalósítás terén, a Kali jogában, ebben a vasorszakban, amikor nincsen semmi jó képesség. Ugye Svátma Rámú mit mond? Meg igazából a Bhagavad Gita is ugyanezt mondja, hogy mit, hova menjél el, azzal kezded, jógi, fogta, elvonult. Himalája, milyen barlang, mondja Svátma Rámú a hathajóga pradipikában, hogy milyen barlangot találj magadnak. Nem azt mondta, hogy milyen Nike cicanacit vegyél, és melyik full tükrös jogaterembe menjél el leolajozva tornázni. Nem ezt mondta. De vigyél magaddal vizet és törölközőt, nem. Azt mondta, hogy milyen barlangot keressél magadnak, éljél bogyókon, faháncs ruhában, Himalájában fönn, hidegben.
És akkor menjél le, fürödjél meg naponta háromszor, mikor kell a nap. Mondd a Gayatri mantrát a vízbe, jéghideg vízbe. Jégkockák folynak ugye, a lábad alatt. Aztán délben, meg este. Pranayamozzal, ászanát gyakoroljál, üljél le meditálni, kontrollál az tanulmányod a szentírásokat, éljél cölibátusba. Meg minden szép finomságok. Ugye? Ezzel kezdte. És akkor utána, hogy most ebben majd milyen hosszú ideig kell ezt gyakorolni, nagyon-nagyon az, hogy Brahmász, amit a leírja, hogy milyen hosszú ideig kell gyakorolni ezt a folyamatot ahhoz, hogy sikert érjél. Brahmász, amit azt mondja, 60 000 év. Ez hány élet, mire te sikerre viszed, hogy meglásd a szívedben Visnut. Visnu darsan. Ugye ez az Ashtanga jogának a célja, hogy a szívben meglátod Paramatmát, rá emlékezve hagyd el a testedet. Ugye a korona csakrán keresztül. Egy kedvező időpontban. Amikor a bolygók úgy állnak, akkor van esélye ezzel visszamenni a lelkügyület. De ha nem, akkor csak kidobott idő volt. Szóval Kali Yugára más jóga rendszer van. Ajánlom. Ezért, mert mi ennyire nincsen képességünk nekünk ezeket gyakorolni. És akkor egy más jóga szadana van ajánlva, egy más jóga rendszer, ami megvalósítható. De hogyha már kiveszünk így ebből elemeket, ennek is van haszna, igen. Van haszna arra, hogy hogyan tegyük egészségessé a testünket, egy picit egészségesebbé, és akkor tudjunk gyakorolni bhakti jogát. Mantra éneklés, az odaadó szolgálatnak a folyamata, tanulmányozó szentírásokat, imádni murtikat, ez ebben a korszakban megvalósítható folyamat. Amúgy az elszona gyakorlás az meg egy egyszerű terápia, hogy ne fájjon a hátad a mantrázás közben sokat ülsz, akkor ne fájjon a hátad, semmi máson nem ér. És hogyha többre használod az elszona gyakorlást, azonnal ráléptél egy rossz útra. Néha nézek ilyen haladó gyakorlókat, mind idősebb, jogasztárok, stb. És akkor hogy mennyi idő és energia van beleölve abba, hogy megtanuljon olyan dolgot, amelyik bármelyik majom rindában van megcsinál. Ez a kézenállós, ide-oda, ugrálós. Akarsz ilyeneket csinálni, költözőtöbben megszületsz Indiában, Rishikesben egy majomnak. Ezt csinálhatod egész nap. És a tudatod sem lesz fejlettebb, mint az annak a majomnak. Azzal, hogy gyakoroltál 30-40 évet, hogy te megtanulj így kézenállásból ide-oda húpanni. És azban beleölsz naponta 4 órát. Rengeteg energia, rengeteg idő, rengeteg pénz. Ha ezt te mind beleölöd egy olyan jóga folyamatba, ami valóban működik ebben a korszakban, már rég visszamentél volna a lelki világba, megszabadulva minden szenvedéstől. Ez elég erős, nem? Kidobott idő. És aztán, amikor ezek az emberek megöregednek, ők is ugyanúgy megöregednek, az ő testük is ugyanúgy tönkre megy. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb idő múlva, de ugyanúgy tönkre megy, de most belül történt-e valami változás. A jóga célja az, hogy belül történjen változás. Amikor még mindig egy egoista, pénzhajhász, büszke, mohó ember vagy, 40 év jóga gyakorlás után, sőt, jobban, mint amikor az elején volt, amikor legalább egy kis alázat volt benned, amikor még nem tudtál csinálni semmit. De most már győrült, nagy hamiságod van. Csak belekerültél az illúzióban, még jobban. Mint amikor jársz egy mocsárba, és akarsz belőle kijönni, és akkor saját erődből itt elkezdesz, és akkor egyre csak jobban sűjtesz vele. De azt hiszed, hogy közben te meg innen néz ki. Szóval nem. És hogyha valaki egy olyan fejlett szintet elér az ászana gyakorlás területén, még ha elér is, mert azt is lehet jó dologra használni, ha tanítasz mellé tiszta filozófiát. Szóval lehet haladó ászana gyakorlást csinálni. De mi a motiváció? Hogy most én legyek egy number one, én legyek a legjobb, és anyagi hasznot húzzak belőle, vagy használjam arra, hogy eljönnek a workshopomra 500-an, 300 euróért, egy napra,
De gondolják, hogy ez egy rendkívül értékes dolog, és az elszámoló gyakorlás mellett tanítok neki valami normális dolgot. Hogyan olvassanak el egy transzendentális írást, így megtanítom őket mantrázni. Valami működő dolgot is adok nekik. Ez olyan, mint lehet az ászana gyakorlás olyan, mint egy gyógyszeren egy cukormáz. A gyerekek nem akarják bevenni a gyógyszer, és akkor kell nekik adni valami édeset. Na, mi cukorba gyere, gyere, de jó? Adjál még egy jobban gyógyszert, tudod, nem lehet. Még is lányom is ilyen, hogy így valami finom, olyan, az jó, adjál még, csak x milligrammat lehet ebből. Mert ő még elkeresett. Akkor kis beteg, és akkor volt ilyen kis izé, nagyon-nagyon veszélyesen lázas volt, és akkor ilyen az a gyerekeknek való, mondom, és akkor ilyen epres ízű volt, és akkor mindegy, hogy milyen rossz volt, ilyen volt komoly, felcsillant a szemem, hogy adjál még egy flukot. Szóval ez lehet erre használni, szóval még ezt is lehet jó dolog. De tudni kell nagyon az, nagyon veszélyes, mint akkor van egy éles késed. És amikor az éles késed, ha te tudsz bánni az éles késsel, akkor jó dolog, akkor hasznos. De ugye nem tudod, hogy bánsz, az egy gyerek, adod az éles kést a kezébe, és össze-vissza magdalja magát vele, mert nem tudja, hogy hogyan kell használni egy éles kést. Ilyen az ászon, hogy haladó ászon a gyakorlás. Lehet használni csodálatos dolgokat. De hogyha nem tudod, hogy az egész kés mire van, akkor baj vagy. Hogyha arra használod, hogy ember, ugye miért lett a jóga gyakorlásnak ez az aspektusa annyira népszerű nyugaton? Hát az emberek testi életfelfogásban, illúzióban van mindenki. Azt gondolják, hogy én ez az anyagi test vagyok, azt gondoljuk. És hogyha azt mondod, hogy szép leszek, meg egészséges leszek, meg minden, meg nyugodt leszek, és kiegyensúlyozott leszek, hogy még jobban illúzióban legyek, még jobban tudjam élvezni ezt az anyagi világot, akkor nagyon könnyű eladni. Ugye a jógik Indiában ezt jól kitalálták. Hú, el kell menni nyugodtan, mint a sok materialistát úgy lehet, le lehet húzni, hogy csak na. Bikram, ugye, meg a többiek, akik mind jöttek ezekkel a célokkal a nyugatra. És meg kell nézni, hogy valaki tanította valami többet. Mert ha nem, akkor ők is ezzel a céllal jöttek, Patabi, Iyengar, ezek az emberek. Mert hogyha csak egy gurunak, vagy egy tanítónak mindig a tanítványai a jellemző. Ugye? Szóval milyen a tanítvány, olyan a guru, amilyen a tanítványa. Indiában volt az a szokás régen, nem is tudom ki volt, Madhvácsárja, valamelyik nagy lelki, spirituális guru, volt egy másik személy, majavány személy, akit le kellett győzni. És akkor mondtam, hogy én nem megyek el, elküldöm az egyik tanítványom, és majd ő legyőzi. És ez azt jelentette, hogy ez a gurujának a dicsőségét, hogy milyen csodálatos lehet a guruja, amikor a tanítványa le tudja győzni. Gyere be, nyugodtan, ki vagy? Megjön. Ja. Valaki bejött, csak lepakol. Az jó, inkább, csak még jobb, mint hogyha kipakolnám. Hát, hogy kipakolok! Beintett valaki. Szóval, hogy igen. Tehát amikor látjuk azt, hogy Srila Prabhupád, amikor jött és tanított, és akkor látjuk, hogy milyen emelkedett személyek a tanítványai, akkor abból tudhatjuk, hogy Srila Prabhupád milyen csodálatos személy volt. De amikor mondják, hogy én Patabi tanítvány vagyok. De még a joga, és a number one joga oktatókról beszélünk, és amikor még mindig a joga órák után szívnak, meg hippi filozófiát nyomnak, most majdnem a legnagyobbakról beszélek.
nem mondok neveket, de az első pár patabi tanítványoknak a hawaii jóga stúdiójában még mindig körbe megyek a spamlit jóga óra után, hogy jobban elvaduljanak. Ezért mondom azt, hogy lehet erre használni. Szóval ez attól függ, hogy most ki mit ad. Mert ami van neked, te azt tudod adni. Szóval ami a megértésed, akkor azt tudod adni. Igen, szóval lehet jó dolgokra használni. De amúgy egy nagyon éles dolog. Nagyon bajba tudod rángatni magad vele, mint amilyenben vagy. Lelki élet az ott kezdődik, hogy én nem tudok sem. Fölismerjük azt, hogy az élő lénynek ebben az anyagi világban van négy hiányossága, amit mond a Bhagavad Gita. Valaki tudja? Tökéletnek az érzékszerveink, segítek. Ha? Hibázik, illúzióban van, és hajlamos mások becsapására. Ezzel a négy tulajdonsággal minden élő lény ebben az anyagi világban rendelkezik, ha csak nem egy önmegvalósított élet. De ezekkel a tendenciákkal, akkor az ő véleménye, az ő látásmódja, az azt jelenti, hogy nem valós. Ez jelenti illúzió, májá. Szóval az élőlények, a megtestesült élőlények ebben a világon májában vannak. Májá azt jelenti, hogy illúzió. Dajvi és a gunámai, mama mája tudatjaja. Mondjuk is a Bhagavad Gita-ban, ez az anyagi energia, az én illúziós energia. És nagyon nehéz keresztül menni. És aki illúzióban van, az mit gondol? Hát, hogy én nem vagyok illúzióban. Ugye ez a fő tendencia. Hogy én azt gondolom, hogy én tudom. Ugye, amikor akarsz egy, biztos mindenki volt már olyan jó kis lagziban, ahol úgy vízvezetékszerelőre hitták magukat az ember. Ugye? És akkor az ember úgy be van rúgva, hogy semmit nem tud a valóságról. És akkor mondod neki, hogy mi hogy legyen, hogy mit csináljunk, és ezt nekem te nem mondd meg, én majd tudom, és akkor én majd ő csinálja. Fú, apám, vigyétek el valami kötözőtek le, hogy kihozanodik, tegyetek rá egy nagy követ, hogy ne tudjon mozdulni, mert baj csinál magának, ugye? És az élő lény ebben a helyzetben van az anyagi világban. És minden ilyen nagy okosság, amit mi így kitalálunk magunktól, az illúzió. Szóval semmi hasznak nincs. Ezért mondja a Bhagavad Gita azt, hogy ez a transzendentális tudás, évan parampará, prátam, évan rácsas, guru paramparánk, ez a tanítványláncolaton keresztül jön le egy tiszta tudás, egy tiszta forrásból. És mit kell csinálni egy lelki gyakorlónak, aki őszintén el akarja? Ugye mit csinált Bhagavad Gita elején Arjuna? Hogyan kezdődik az egész tanítás? Hogy a második fejezet, hetedik versben mondja, hogy kárpanyatos voltam, szóval pichát mint vám, szarvat, szamutat sétaha, Jocsréjasztján, Niscsitam, Ruhitam, és Sisiasztéham, Szádimát vámok vannak. Hogy Sisi, én az én tanítványom leszek, és papra meghódolok most neked, szóval taníts. Szóval emberek azt gondolják magukról, minden milyen spirituális, ezoterikus, spekulációs valakinek gondolja magát, és az, hogy nagyon büszke arra, hogy ő kispekulált valamit, ugye rengeteg ilyen ezoterikus író, spekuláló, de közben meg a lelki élet, a spiritualizmus az ott kezdődik, amikor valaki felismeri azt, hogy várj, én azt sem tudom, merre vagyok arccal. Szóval kell keresni, Tadvidi, Hanipártaina, Pariprasaina, Szevaja. Bhagavad Gita 4. fejezet. Mondja Krishna, hogy keres egy hiteles lelki tanítómester, és akkor tőle tudakozódj, alázatosan. Alázatos, nagyon fontos. És azt én, Szálimánt van, Tadvidi, Pariprasaina, Pariprasaina, Szevaja. Vagy alázatosság. Az nagyon fontos. Ugye egy teli pohárban nem lehet tölteni. Amikor jön valaki, és akar tanulni, és ugye tele van a pohár. Na, figyelj, tudom. Akkor nem tudlak tanítani téged, mert hova töltsem a tele vagy tudással. Szóval, hogy nagyon fontos dolog az alázat, megérteni azt a fajta dolgot, hogy oké, akkor én nem tudom, és akkor megkérdezzük.
És akkor jött, ó, de most hogy mersz te ilyeneket mondani, meg beszélni, meg hogy merem én kijelenteni, hogy én mondok abszolút igazságot. És meg lehet kérdezni, oké, te amit beszélsz, az abszolút igazság? Föltehetitek nekem a kérdést. Hogyan merek, milyen nem alázatos viselkedés ez, amikor azt mondom, hogy amit én mondok, az abszolút igazság. Amit én mondok, az abszolút igazság. Hogy lehet ilyen kijelentést tenni? De nem te mondod, hanem a Bibliában. Így van. Szóval én azt mondom, hogy ide le van írva. Ezt jelenti Guru. Prabhupád, amikor a Bhagavad Gita-t lefordította, odaírt a Bhagavad Gita úgy, ahogy van. Ez egy elég erős kijelentés. Ez azt jelenti, hogy van 700 másik fordítása a Bhagavad Gita-nak, és azt mondja, hogy az nem igaz. Ez van úgy, ahogy van. Miért? Mert azt írja, hogy én semmi olyat nem adtam, semmi olyan nem tanítottam, semmit nem tettem hozzá, semmit nem vettem el. Úgy tanítottam a Bhagavad Gita-t, ahogy a lelki tanítom a Istenemtől hallottam. És ő egy hiteles szampradája, lelki tanítomesteri látszavatnak a tagja, ami megy vissza egészen az Úr Brahmáig, az univerzum teremtőjéig. Az eredeti védikus szentírások, akitől árad az Úr Brahmától. Ez a Brahmá, Márta, Gaudiya, Isten a szampradája. Van négy hiteles tudás szampradája ebben a Kali Yugában. Van egy, ami jön az Úr Brahmától, van egy, ami az Úr Srivától, Szerencse Istenétől, Lakshmitól, és van a Kumárák. Azok négy, az ilyen négy szentek, Kumára szampradája. És akkor ezek a guruk adják tovább a tudást változatlanul. Nem tesznek hozzá, nem vesznek el, hogy a tudás tiszta maradjon. És egy ilyen guru, az tud tiszta tudást átadni. Még akkor is, hogyha én a gyakorlatomban, tegyük fel, nem vagyok tökéletes, de még mindig, hogyha változatlanul továbbadok egy információt, akkor az információ tökéletes is működni fog. Szóval ez a titka a tanítványa látszolatnak. Ezért akart Jézus Krisztus a kereszténységben, amikor jött és tanított, és azt mondta, hogy ezt a tudást úgy tanítsd az embereknek, ahogy én ezt mondtam neked. Úgy ad tovább. És akarta a pápaságot. Aztán megnézzük, hogy a pápaságból mi lett. Akkor nem csoda, hogy a tudás elveszett. Szóval, ugye néha még a Bhagavad Gita-nak, ugye mondja a Bhagavad Gita-ban Krishna, hogy előző korokban én már tanítottam ezt a napistennek, de aztán a tudás tanítványláncot megszakadt, szóval most jövök és mondom újra itt neked, Bhagavad Gita. Ezért tudjuk a tudás elveszettnek. És ezért van az, hogy a materialista tudósok azt mondják, hogy hát 5000 évvel ezelőtt lett a Bhagavad Gita elmondva, de nem, mert a Bhagavad Gita beszél arról, hogy az univerzum kezdetétől létezik. Teremtésre jöttek a védikus szentírások, nyilván mutat meg. Szóval a tudás az abszolút, a jogáról szóló tudás az abszolút szintről jön. És tökéletes. Shabda Brahma, mondja ez a szanszkrit, szóval egy transzendentális szférából származó tudás, és akkor az a tudás, az bennünket föl tud szabadítani. A spekuláció az nem. Egy részeg embernek a gondolatai, ugye Kali Yugában manapság ez is van, szóval valaki jól beszél, és akkor azokat írja, és azokat kiadják, hogy hát figyelj, milyen csodálatos gondolatai voltak az embernek, vagy ez éppen akkor írta a legjobb zenét, vagy éppen akkor, de igazából ez mind materializmus. Szóval hiteles, jogikus tudás, folyamat, gyakorlás, az csak jó szentírásokon alapuló, hiteles tanítványi láncolaton keresztül alászálló tudás lehet. Minden más hazugság. És akkor ezért nehéz az, hogy jönnek, és ugye úgymond tombol a jogaláz a nyugati világban. És akkor jön rengeteg ártatlan élőlény, akik ugye azért a jogának még az árnyéka is annyira sok áldást tartalmaz, hogy még ez is megtévesztő lehet, hogy emberek még így is, még ennek ellenére még mindig változnak. Ez egy érdekes dolog, akik még az ászana gyakorlástól is tudnak változni. Azért, mert ez egy isteni folyamat. Csak amikor van egy nagy reflektorod, és amikor ráraksz egy nagy sötét kék
üveget, vastag, akkor az úgy letompítja, hogy szinte alig látszik. De még valami fény még mindig jön belőle. Amúgy meg, amikor leveszed azt a fedőréteget róla, az egy ragyogó dolog, és bevilágítja az egész eget. Szóval ez ilyen, hogy még annak is van hatása. Azért van ez egy isteni folyamatnak a része. Igaz, hogy kilopták belőle, de még így is ragyog. Valami változás van. De nem lesz elég. Szóval nem lesz elég csak az a dolog, hogy mi a jogát. Jogának a valódi végcélját elérjük. Lehet, hogy lesznek ilyen kis kedvező mellékhatások. De azokat is, hogyha rosszul használjuk, akkor nem jutunk semmire. Szóval nagyon fontos megérteni azt, hogy az elmélet a jogában az rendkívül fontos. Az az alapja mindennek, ami egy háznak az alapja. Ha nem nincs elméleti tudás, akkor utána csinálsz bármit, ott semmi nem fog épülni. Az illúzió, hogy épül valami. Nem fogunk kikerülni a születés és halál körforgásából. Újra meg fogunk születni. Lehet, hogy következő életedben leszel valami ügyes kismajó. Tényleg? Nevetünk rajta, de amikor valaki az életét arra teszi, hogy kézen álljon, meg csimpaszkodjon, meg mindenféle akrobatikus dolgot csináljon, simán következő életedben belekerül egy olyan létformába, amiben ezt gyakorolhatja és élvezhet. Olyan könnyen fog menni, hogy gyakorolni. Még szadanázni sem kell reggelente 4 órát. Úgy fogsz tudni ugrabugrálni egyik ágról a másikra, hogy csoda. És mondok még egy vicceset. Bérelünk egy házat, ahol lakunk Dunakeszin. Az udvarban van egy kis foxi. Foxi kutya. Kézen állva tud kakálni. Nem viccelek, a kis kutya így begörnyed, előre helyezi a súlypontját, fölhúzza magát, és a hátsó két lába, én így néztem. Le akartam fotózni, hogy föltenni a Facebookon, neztek jogások. A kutya még kakálni is tud kézen állni, tényleg évek alatt se tudtatok megtanulni kézen állni, de még nem tudtam sose elkapni a pillanatot, hogy amikor ezt így csinálja. És akkor ugye banda, hula banda, ugye húzta be, és akkor forpadt a has, és akkor emelkedett, és na, ugyanez az eredménye a sok éven keresztül tartó kézenállásnak is. Az eredmény nagyjából ugyanaz az érték, mint amit ők mondják, hogy semmi érték. Mert hogyha nem használod jóra, akkor nincs érték. Ezért nagyon fontos. A világot akar, mindenki panaszkodik mostanában, hogy a világot meg kell változtatni. És a világ nem akar változni, pedig most már olyan csodás, ezoterikus, mindenféle angyal, boldogságos, mindenféle csodák vannak már. A világ még mindig nem változik. Nincs tiszta tudás. Ez a tudás fogja megváltoztatni, a tiszta tudás fogja megváltoztatni az embereknek a gondolkodásmódját. A gondolkodásmódból fog következni egyfajta viselkedésmód, egyfajta személyiségváltozás, és akkor, hogy másképpen élünk utána. Ez a világ, ez halad a pusztulás felé, ebben a tudatállapotban. És beszélgettem Sivaram Szvámival a hétvégén, és akkor pont mondott ilyen adatokat, hogy az emberek körülbelül, az egész emberiségnek körülbelül 50%-a kellene visszafogni az igényeit az élettel kapcsolatban, mert nem fenntartható ez a fajta gazdasági előrehaladás, amilyen tempóban kiszipolyozzuk a Földet magunk körül. És miből származik mindez a dolog, hogy pusztul el a világ? Mohóság, irítség, mohóság, kégy, dű, kontrollálatlan elme, kontrollálatlan érzékszervek. Mindazok a dolgok, aminek a jogával mi akarjuk ezeket a dolgokat megállítani. Hogy mi saját magunkban kontrollálni elmét, érzékszerveket, jó tulajdonságokat kifejleszteni, spirituálisan élni. És akkor van a Földnek jövője. Ezért fontos a mi feladatunk ebben a világban, hogy tanítani tisztán. De nem elég kimenni a jogamatraccal.
a Margit szigetre, és akkor megmentjük a világot. Yoga day. És akkor mindenki tornázunk együtt, és akkor ez majd megvált. Nem, azt nem fogja megváltoztatni a világot. Ugye, amikor csinálom ezeket a yoga fesztiválokat, és akkor van a legnagyobb teremben megy a yoga óra. Hú, de jó. És azzal mi változik a világ azzal, hogy összeértünk jogázni, összeizadjuk egymást. Nem, mellette vannak egy másik szobában előadások, van könyvek, végén van mantra, ez nagyon fontos, mert az hat, az nagyon hat, akkor is, hogyha nem tudsz tovább, hogy a mantra éneklés folyamat, egy csodálatos folyamat, akkor van esély arra, hogy az embereknek a gondolatai megváltoznak, személyiségük megváltozik, és akkor nagy lépést tudunk. Akkor ilyen dolgokra lehet használni az ászana gyakorlást egy jó cél érdekében. Akkor az egy minden más, van a Brihadarabha Purana mondja, hogy Harianam, 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 Kevan, Kalam, Nasztyavan, 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 Gati Anyata. Amikor egy védikus szentírásban háromszor van valami hangsúlyozva, az azt jelenti, hogy rendkívül fontos tény. És ugye mond háromszor mondja, hogy ugye a mantra éneklés, ugye a bhakti yoga ezen folyamatán túl, ebben a kali yugában nincs más út, nincs más út, nincs más út a felszabadulásra. És a Prabhupada magyarázza, de három dolog, három nasztyéval nincs más út. Ez azt jelenti, hogy a karma yoga folyamata nem működik, ugye a Bhagavad Gita-ban van írva négy yoga rendszer. Se a karma yoga, se a gyána yoga, se a gyána yoga, az ashtanga yoga, nem működik, hogyha nem kombinálod bhaktival. Mert akkor a kali yugában nincs ereje ezeknek a folyamatoknak. Szóval kell össze kombinálni, és akkor van ereje, akkor van értelme az ashtanga jogának. Akkor van értelme a hatha jogának, hogyha egy jó cél felé hiszi az ember. És akkor emberek fognak megváltozni, hogy változik a fejben a dolog. Ha nincs tiszta tudása, nem tudjuk, hogy a jóga mire van, akkor hiába tombol jóganázban az egész világ, még mindig nem változnak meg emberek. Ugyanolyan egoisták, ugyanolyan mohóak, ugyanolyan, senki nem akar egyszerűbben élni, senki nem akar a kertjében zöldséget termelni magának, és egyszerűen húzni a kútból a vizet, és egy természetes életkörülményben egyszerűen élve gyakorolni az önmegvalósítást, lelki életet gyakorolni, jogázni önmagának, szabadnak lenni. Ezt nem akarja senki, mert mindenki akarja a világnak az érzéki elégítéseit. Görgeted a Facebookot, és akkor ilyen kétfajta posztok vannak. Az egyik az, hogy ezt szeretném, a másik meg neztek, én látod, ezt csinálom. Mindenek tesszük ki a fotókat, most itt vagyok, most ott vagyok, most ezt csinálom, és akkor ugye mindig a kommentekben érzed, ó, hogy te. Másik meg ugye a másik fajta poszt, amikor meg ábrándozol, hogy jaj, de szeretnék egy ilyet, jaj, de szeretnék. Senki nem, ugye nagy százalék az arról szól, hogy el vannak merülve ebben a dolgok, vagy vágyakoznak a jövőbe valamire, vagy siránkoznak valamit. Siránkoznak a múlton, vágyakoznak a jövőről, senki nincs a jelenben. És akkor ugye kergetünk ilyen ideákat, és akkor mindig jönnek ugye a kizsákmányoló rendszer, ugye a Matrixnak a kizsákmányoló rendszer, meg teszik be elénk állandóan az új dolgot, és vedd meg ezt, és vedd meg ezt, és vedd meg ezt. Legújabb autó, legújabb izé, és akkor csak, de minden arra van, hogy te hogyan legyél rabszolga ennek az anyagi világnak, ennek a Matrixnak, hogyan legyél függője, hogy ki tudjanak zsákmányolni. Amikor elmész az erdőben, veszel egy kis földet valahol, ásol egy kutat, és vannak ilyen emberek. Megtermelik maguknak, én is most ezen vagyok, ezen a projekten. Megtermelik maguknak egy minimál munkával arra, amire szükség van. És akkor tudnak szabadon élni. Magyarországon ma törvény van arra, most átadtam egy kutat, és kiderült, hogy törvény van arra, hogy te nem ásadsz kutat. Mert mi lesz akkor a vízművekkel? Tényleg, nem vicc. Valami engedély, ezt nem tudom milyen engedély, de azt nem adják meg általában. Mert ha mindenki lejön a vízművekről, akkor a vízművek összeomlik. Nem tud a kezében tartani a kormány. Ugye most már napelem, meg ezek a dolgok sem, hirtelen környezetszennyező lettek a
a napenergia, nem szabad most már ebbe az irányba menni, mert környezet, kitalálták a környezetszennyező, mert nem az áramokat veszed, ami meg jó sok adó van. Szóval, és akkor ugye a pénz, az emberi mohóság, ugye azok akkor... És nekünk meg a kontrollálatlan érzékszervek, hogy mi függünk ezeken. Ugye? Függsz a mindennapi dolgaiban, a függök az áramon, függök a vizen, függök ezekkel az irányítókon. Csak azért, mert az elmémnek szüksége van erre. Mert én sokkal egyszerűbb megnyitni a csapot, folyik a meleg víz valahonnan, mint hogy kihúzni a kútból, megmelegíteni a saját meleg vízemet, és akkor több energia. De mi lusták vagyunk, mert mi elmúlt az energia arra, hogy az érzéki elégítés hajkulászunk. És aztán az volt a lépsz, hogy van egy másik fajta számítás, ami meg mondjuk, hogy emberek mennyi időt, energiát, munkát tesznek bele abba, hogy ugyanazt a dolgot megkapják. Szóval ugye azt mondjuk, hogy sok idő kézzel mosni, kútból húzni a vizet, melegíteni, de másik oldalon meg, ha amikor összeadod azt, hogy te mész a munkádba, utazol, pénzbe kerülsz, és az összes dolog sokkal több idő, pénz és energia és frusztráció, mint hogyha a másik oldalt csinálod. És ez egy gazdasági számítás, hogy mennyi időt, stressz, frusztrációt ölsz bele abba, hogy ugyanazt a kenyeret megkapt. Vagy ugyanazt a gyümölcsöt megvett. Ahhoz, hogy elmenj a Tesco-ba bevásárolni, van egyszerű szupermarketekbe bevásárolni, és kipuk, mindent beleteszünk a izébe, de azért neked valahol 8 órát kell kőkeményen dolgozni, ahol kizsákmányom, beutazol, az egész napod rámegy, az egész heted rámegy arra, hogy hétvégén jár tud menni pipa bevásárolni. És közben meg, hogyha meg lehet, hogy magad termeled meg, úgy, hogy régen emberek egyszerűen éltek, és hát mások az érzéki elégítés miatt nőnek az igények, és akkor és a világ meg tönkre megy. És visszafordíthatatlan. Jönnek most itt ezekkel a dolgokkal, hogy hogyan akadályozunk meg a globális felmelegedést. Itt nagyon komoly problémák lesznek, 10-20 éven belül a világ tönkre megy, ha ez így megy tovább. És ezekkel a dolgokkal nem fog megállni, hú, most beszéljünk, nyissunk egy nagy konferenciát, beszélünk, utána mindenki hazamegy, beül az autójába, Leonardo DiCaprio elmegy átvenni a környezetvédelmi nagy díjat a magánrepülőjével. Ami annyi kerozint, és annyi akkora környezetszennyezés, mint egy egész város nem csinál annyit, egy nap alatt, mint amennyit ő kinyomhatott azzal, de ő azzal ment el. Meg állítólag valami cigitolva, akkor ott dobott el valahol, akkor mielőtt bement a izébe. Mert a cigit kidobta a francba, aztán bement át a hely, abban az izébe átmenni a díjat. Ezekkel a dolgokkal nem fog megváltozni. De azzal fog megváltozni, hogy az embereknek tanítunk valami komoly, spirituális tudást, hogy az élet célja nem az, hogy ezt csináljuk. Emberileg célja az önmegvalósítás. Prabhupádnak a mottoja mindig az volt, hogy egyszerű élet, fennkart gondolkodás. Az ember élet egyszerűen, harmónia van a természettel, és akkor központban van az önmegvalósítás gyakorlása, mert az emberi élet az erről szól, nem az érzéki elégítésről. Szóval többi lét van, másik 8.400.000 létforma van az anyagi világban, lehet a reinkarnációból menni szépen életről életre, kipróbálni mindent. De az ember élet arra van, hogy adhát okra, hogy jigyásza, hogy a Vajranta Sutra, a foridmája, ezzel kezdődik a Vajranta Sutra, hogy joga. De hogyha tudjuk fel, elpusztul ez a föld. Nem fog elpusztulni. De nem tud elpusztulni? A Kali Yuga még 427.000 évig tart, majd akkor elpusztul. Csak ugye azok a lelkek, akik valamilyen formában itt vannak. Itt ez a világ össze fog omlani. De akkor azok milyen formába kerülnek? Tehát itt teljesen Na most hát az univerzális időre, hogyha visszamegyünk, hogy miről beszél a Bhrigu Samhita, hogy ezek a könyvek az univerzális időszámot, hogy Bhagavad Gita-ban is van valami, meg a Bhagavad Puránában is, hogy hogy mennek ezek a korszakok. Kali Yuga ez 432.000 éve, az első 5000-ben vagyok. Ennél sokkal súlyosabb dolgok lesznek még a korszak végére. De most lesz egy 10.000 éves ilyen aranykorszak, amikor egy kicsit spirituálisabbak lesznek az emberek, de
De igazából vannak ilyen leírások arról, hogy ez azért hogy fog történni, hogy most hogyan lesznek az emberek újra ilyen nagyon sok. Már lehet ezt a tendenciát észrevenni, hogy most már ez a spirituális dolog jön, de ebben a nyugati civilizációban ez nem fog gyökeret verni. Mindegy mennyire. Ugye, mert csinálsz egy jó programot, csináltok egy jó fesztivált, mindenki hazamegy és folytatja az életét ugyanott, ahol volt. Szóval egy emberek nagyon nem változnak. Mert annyira erős a másik oldal, hogy hiába viszed be, bevonzod az embereket ilyen szép programokkal, és akkor ott próbálsz nekik tanítani valamit, hogy éljél egy kicsit másképpen, és akkor utána hazamegy és ugye visszamegy, hogy jó volt egy hét, jó volt egy, voltam jogázni,